Sziasztok véreim! Én Tóth Benedek vagyok, itt van velem Váradi Marcello és Tóth Balage. Na. Ja, és Bence is itt van velünk, ő kezdi a videót. A mai videó lényege, ez a fejhallgató lesz, ő lesz a főszereplő ma. Telefonálgatni fogunk, viszont aki beszél a telefonba éppen, az nem hallja, hogy a másik fél a telefonba, mint magyaráz éppen neki. A kedves úri emberek fogják éppen nekem, ha én telefonálok, elmagyarázni, hogy mit kéne mondanom a telefonba. Köszönjük! Te kapcsolod, baszik! Én a faszat szerintem! Kussoljatok már, hadd mutassam már a vendégünket, jó? Nem hallgatom! Szóljál, hogyha egyáltalán hallasz valamit a külvilágból. Figyelj! Hát most sajnos hallak téged. Nézd ide! Alasteros olasz kalu gyerek. Kit hívtok? De te kit hívsz? Ahogy meg is szólogatom, hogy ma nem hallom. De miért? Hogy nem hallod? Na, itt van. Mit tudom? De semmi, azt mondtam, hogy nagyon jól nézel ki. Te bevállaltad először, ezért te választhatsz, hogy kit fogsz hívni először. Legyen, legyen turbó titán. Amúgy, ja, amúgy én is arra gondoltam. Na csá. Cső. Na csá, halló. Mi a helyzet? Nulla itthon. Semmi, bulizok! Hol? Binyával lent! Miről beszélsz? Itt! Jössz inni? Hova? Binyához jössz inni? Én? Igen, igen! Nekem mohát egyetem van, tesó, nem tudok menni. Nem. Te mikbe vagy, Zolika? X, hatalmas X. Jössz dugni? Hallod, Petro? Na. Mit csinálsz este? Semmit, alszok már éppen. Alszol? Aha. Gyere bulizni. Még mindig nem megy. Mert én alszok. Jól teszed, Zolika. Öt perc múlva beszélünk lent. Tóti. Kivel vagy amúgy csak... Vezetsz enni? Kivel vagy, Zolika? Én, Binya, Benni... Gondoltam, hogy Benni... Balázs! Valahogy tudtam, hogy ott lesz Benni. Micsoda? Enni! Gardenbe? Nem szereti? Van egy olyan enyhe tippem, hogy Benni meg Balázs találták ki ezt a nagy ötletet. Te magad... Éppen vezet? Trebik meg gondolom, ami ugye. Úgyhogy gondolom Benni meg Balázs. Kocsival vagy? Megyünk be Debrecenbe enni? Semmi. Oké, zsíros. Csokollák, csoki. Na csá. Miket mondod? Hallod! Hívj meg se szólalt, sem vissza, hívj vissza, mert rosszat gondol nagyon. A második áldozatunk Szabó Attila úr lesz. Szét ment a hallás. Bele hallasz amúgy, amit mondok? Anikém! Szia, Ati! Megyünk! Hova? Eszel! De hova? Megyünk enni! Menjünk! Pirítóst! 11!
Halkabban, léci! Én? 11 centi a f***om! Predátort vettem! 11-kor megyünk enni? Jó! A pénzt majd ideadod? A pénzt berakom a bankba most! Megyünk enni, és utána egy Ájkosz. De mikor? Jó lesz a 11. Ez hülye. Légy szíves! Előtt hallok mindent a háttérben. Jó a zene, itt hátul. Azt mondja, hogy Attila azt mondta, hogy nincs jó kedve. Igen. És azt meg nem értett. Azt mondta, hogy ja. Jön, berakom a pénzt. A bankba. Hogy eszedbe? Beszélünk később. Na cső. Semmit nem értettem egyáltalán, amit mondtatok nekem. Balázs egy másik kedves ismerősünkkel fog beszélni telefonon. Aki ugyanolyan IQ szinten áll, mint Váradi Marcell. Minuszokba számolva. Ami hogy jön ebből lészni, ha nem jöttem meg. Hol buta? Csá! Csá! Jól vagy? Csá! Király minden! Veled? Jössz? Ja, te! Szomba! Jössz Bencihez? Nem. Jössz? Nem. Te most szopat? Holnap után kocsmába! Eszembe jutott! Itt vagy? Jössz táncolni? Jössz kattogni? Aha. Holnap után? Itt te f***szopó! Holnap után jössz szopni? Nem. Jössz fehér falat festeni? Jössz tugni? Jössz táncolni? Boxolni, azért, tudod, ilyen... Na jó, ti hülyék vagytok, csá. Mi történt? Nagyon megsértő? Nem, semmi, azt mondja, hát jó, ti hülyék vagytok, na csá. Hát jön már vissza. Tesók Lajos. Na. Úgy nekem is úgy vagytok beírni. Tesók Balázs. Hogy? És hangosan beszélt? Már hívom? Halló, halljátok, nem tudom, de mi akkor egy utolsó f***szopó. De mit csinálsz, Szabes? Amúgy utolsó nyomor volt. Na, halló. Szia, Lajos. Szia, meg. Megvan a szöveg, igen? Igen. Mi a helyzet? Jó, ez jó volt. Mi? Jó, mi? jó. Vezetsz? Vezetek? Nem. Te mit csinálsz? Hol vagy? Én hallod éppen megyek futni. Megyek futok, hogy edzésbe maradjak. Hát jó lenne a elkezdeni futni, mert a pályán nem úgy szokott menni, úgy láttam. Ja. Ja, ugyanezt gondolom. Te mit, hogy felhívtál? Mi van? Éppen iszogatok utána majd valamit. Egy kis sört. Sört? Zuzikában mi újság van? Itt vagy? Hát kutya itthon van, elhoztam. Ha? Mi hol volt? Hideg van odakint. Hideg van? Ha nem tudom, hallod. Á, most hallod. Iszok. Szerintem influenzás vagyok. Iszok, hogy ne fázzak. Hát vedd fejebb a fűtést. De ideben meg iszonyat meleg van. Igen? Akkor ne így áll. Kint meg nem fázok. De én meg vagyok fázva. Beittem. Influenzás vagyok.
Na, jó van, szia Lajos, beszélünk majd. Ennyi, hallod, mondom, hogy beleték vagyok a szám, és mondod semmit. Nem. Nem! Ja, szarok az egészre. Szarok rá. Szarok rá. Telébe verem. Beleték vagyok, azt mondja, ne szarok az egészre. Bence. El kell, hogy verjenek, bazd meg. Asza. Mit mutogattuk? Mi van a vicc? Mire mondtam ezt? Hallod, de amikor azt mondtad, hogy s**t az egészre, akkor azt mondtad, á, én influenzás vagyok, megbetegedtem, és mondtam, hogy s**t az egészre, mondjátok, á, s**t az egészre. Bence fejhallgatóban volt éppen, és zenét hallgatott, és mi meg mutogattuk neki, hogy mit mondjon neked éppen. Szegény gyerek. Szia Lajos. Hülye, tudod mit mondtál? Hallod, ez volt a legjobb szerintem. Ja, ez volt a legjobb. Ja, mert Fatorod beszélt végig. Ki mondta, találjátok még ki addig a izét, a témát. Jó, várjál. De vedd fel a... Fedd fel. Addig itt az a baj, ez meg gyanús, hogy miket mondtad. Jó, mi legyen a téma? Nem, azt nem. Azt nem. Micsoda? Nem hallok semmit! Na mi legyen a téma? De akkor legyen az akkor, hogy meg menjünk el biciklivel ennyi nagyhelyesre, és utána még valami. Aztán leviszünk kutyát sétálni. Mutatjuk valamit? Vagy mutassunk egy ennyit. Egy ennyit? Ezt majd ő kihoz belőle, amit akarja. Jó. Na. Ne. Benedek? Na csá! Csá! Mizu? Halló? Megyünk nagyházba kajálni? A nagy fordított V-be megyünk kajálni? Tesó, mi van? Igen. A nagy S-be kajálni megyünk? Dani, megöllek. A nagy újba, biciklivel? A nagy házba enni? De biciklivel megyünk. Persze, azzal. És kislabdát is dobunk. Ahogy megbeszélhetünk, persze. Ez mi a hallod, Dani? De hallom. Na. Eszünk. Egy mehet? Kinyomott. Mi volt? Kinyomott, Jézusom! Azt, hogy a Benny megöllek, nem hallok, nem értem. De mi volt ez? Ez majd magyarázom. Na, megyünk nagy hegyesre kajálni. Azt hittük, hogy elsőnek le fog esni. Nem, hogy én ezzel már csak szobattalak. Ez az, hogy mondtuk, hogy valamit kapjuk bele. Csak mutogatták, hogy mit magyarázok. Én meg Edzeni vagyok, kihangosítva. Miről beszél? Ki van hangosítva és Edzel? Na csá! Jó volt. De miért pont Nagyhegyesre akartatok menni enni? Mert nem tudtuk elmagyarázni, hogy Budapestet mondjuk, vagy Debrecen. Ja. Most ezt tudottam volna, hogy így menjünk el oda enni. Mondjuk ez is jó lett volna. Hát mindenki, mert te csak így újjal, de most Binya megnéz. Binya így rávené, mint meg fatratok is így nyomja, hogy Binya. Csináljuk mi is így? Csináljuk az meg. Ez jó. Ja, ez jó amúgy, de van. Benével mindig is így, ez a brokkód, de... Brokkor. Jó, amúgy megadom, Binyája a legjobb. Tesó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, vagy mutogassam ezt is. Mindegy, akartok még ilyet, akkor írjátok meg kommentben. Császtok!